Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt van is Holszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A TF ellen sorozatban hatodik bajnoki meccsüket nyerték meg a cápák. Két gólos vereséget szenvedtek az MTK-tól a kisvárdai női kézilabdázók. 2-1-re vert a Nagyhalász a Vándorkot a megyei első osztály rangadóján. Toborzóval egybekötött nyílt napot tart a nyíregyházi kosársuli. Sikeres szabadtéri szezon zárt a Marsó Teniszcentrum. Ismét megrendezik a Continental Arénában az Énnyitó Terem foci tornát. Sorozatban hatodik bajnoki meccsét nyerte meg a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A két cápák a TF Budapest csapatát verték 89-72-re. Nagyon jól kezdtük most a mérkőzést, ugye okulva az előző mérkőzésünkből az MTK-en, amikor nagyon langyosan kezdtük a mérkőzést. Most nagy ritmusba kezdtük, igen, ezt nehéz tartani az egész meccsen, illetve voltak fal problémák, amikor cserélni kellett, és nem tudtuk rajta tartani ezt a ritmust. Egyszer jött fel a másik fél évben 4 pontra a TF, de egy picit megrázta magát a Nyíregyháza, és kintről legalábbis úgy látszott, hogy gyakorlatilag csak szándékkérdés az, hogy mikor lesz megint 10 pont fölötti a különbség. Pontosan így van, én is így látom, amikor közelebb tudott jönni a TF csapata, akkor mindig volt valaki, aki tudott lenníteni a csapaton, és kintről betaláltunk, illetve jó védekezésből tudtunk gyors kosakat dobni. Én gratulálok a fiúknak, gratulálok Czura Attilának, aki nagyon jól játszott ellenünk, és sok sikert kérnek a TF-nek. 6. győzelmi szériában van a Nyíregyháza, azért ez már egy olyan sorozat, amire gondolom az ellenfelek is odafigyelnek. Érzitek azt az erőt, amit ez a sorozat ad, megérzitek az ellenfelek részéről a tiszteletet? Igen, hát most már kezdjük hallani is ugye a szakmában, hogy azért készülnek ránk, látszik az, hogy mindenki most már minket akar megverni, ezért nekünk még keményebben kell edzeni, még jobban oda kell figyelni a mérkőzéseken. Megyünk Nagykőrösre, ahol mindig szoros mérkőzés fogunk játszani, de mindenképpen nyerni szeretnénk. Nyáron érkezett a TF csapatától Nyíregyházára, 10 évet töltöttél ott, egyáltalán játszottál már tétmecsin a TF ellen? Még nem. Úgyhogy az elején figyeltem is rá, hogy most akkor önkosarat dobok, vagy kinek is fog, nem, viccet félretéve. Fura volt, de első perc után igazából ez is csak egy mérkőzés, 10 játékos, 2 palánk, 1 labda, úgyhogy minden rendben ment. Azt mondtam Siska Jánosnak az edzőnek, hogy talán túl jól is kezdtél a meccset, hogy érezted? Igen, ez általában visszaüthet, hogyha ilyen jól kezdik a mérkőzés, hiszen elhisszük azt, hogy gyakorlatilag lezártuk, holott még van hátra 35 perc. Nehéz ezt ilyenkor fönntartani a tüzet, csak úgy, mint a győzelmi szériát is, mármint a motivációt, azt, hogy minden meccsre úgy készüljünk fel, hogy ezt 100%-osan tesszük magunkat, próbálunk, de mégis ott motoszkál bennünk egy-egy ilyen meccs közben is, hogy esetleg ma megnyertük, holott ez hiba, hiszen láttuk is, hogy vissza tudnak jönni 10 pont alá is. Kívülről úgy tűnt, hogyha zárkózott is a TF, egy picit megrázták magatokat, akkor rögtön 6-8-10 pontot szereztetek belülről, hogy láttak? Igen, ez így van. Úgy gondolom, hogy a csapat között reálisan nézve minőségi különbség van. Magasabb célokért is küzdünk, én úgy gondolom, a TF nem adta fel, küzdött, de nem elég a minőségbeli különbség papíron, ezt realizálni kell is a pályán is. Akkor, amikor a TF kicsit közelebb jött, akkor kicsit megráztuk magunkat valóban, és szerencsére így alakult. Azt szokták mondani, hogy ha egy csapat győzelmi sorozatban előbb-utóbb jelentkezik egy nyomás, éreztek ilyet, mert kintől nem tűnt úgy, hogy lenne ilyen rajtatok? Nem, egyelőre még nem. Az első 2 fordulóban elszenvedett vereség elég kihozzanító volt ahhoz, hogy addig üssük a vasat, ameddig meleg, úgyhogy egyelőre még nem gondolkodunk ilyeneken. Majd lesz egy nehezebb periódus, játszunk Zsinórban a MAFC, a Budafok és a BKG ellen, úgy tudom, ott azért keményebb meccsek lesznek. Most még következik egy nagykörösi fellépés. Te nem voltál Nyíregyházán, de bizonyos okok miatt van egy pici feszültség a két csapat, talán a két szurkolótábor között. És a nagykörös veszíti a meccseket, de nagyon szoros meccseket veszíti, és hiányzói is vannak. Tehát könnyű meccse nem lesz számítani, és hát sokszor elmondták, idegenben mindig nagyon nehéz nyerni. Hallottam egyrészt róla, másrészt még a TFL nekünk is mindig meggyűjt a bajunkot nagykörösön. Kellemetlen csapat, talán a legkellemetlenebb a ligában. Idén gyengültek egy picit, viszont hazai pályán biztos vagyok benne, hogy extra motivációval fognak játszani már csak az általad említett okok miatt is. Szóval nem várok könnyű mérkőzésre, de mindenképpen nyerni kell. Szobi Danitól kérdeztem, hogy mikor játszott TF ellen tétmeccset, azt mondta, még nem játszott. Most adódik a kérdés, hogy te mikor játszottál, ha egyáltalán játszottál Nyíregyháza ellen tétmeccsen. Soha nem játszottam még. Ugyebár 1 éven volt Tiszaújvárosba, akkor nem volt alkalom a Nyíregyháza ellen játszani, mivel A csoportban voltak, még másodosztályban. Nagyon furcsa érzés volt az elején, az első negyedben nagyon izgultam,
szerintem lehetett is látni a pályán, de utána már elkezdtem így kibontakozni. Jó volt azért látni őket, és gratulálok nekik, mert amúgy nagyon jól játszottak. Sajnos magas poszton nagyon hiányosak voltunk, ez látszott is, de utána szépen dobálták a hármasokat is. Én sok sikert kívánok nekik, és tényleg, hogy egészségesen húzza le mindenki ezt a szezont. Ugye tavaly TFA csoportos csapat volt, most egy csoportban vannak két együttes. Hogy illeszkedtél, mik a célok a TF-nél? Ugyebár nekem a nyár az elég húzós volt, az utolsó pillanatban derült ki, hogy a TF-hez megyek. Nagyon könnyen beilleszkedtem, mindenki kedvesen fogadott, rögtön hívtak együtt, nem hagyták, hogy egyedül legyek. Beá Gabi nagyon sokat segít mindig, de tényleg rajta kívül mindenki a csapatba. A célok nehéz megmondani, mivel ez teljesen 90%-ban egy új csapat. Most meg tudtuk nézni, hogy láttuk, hogy hol járunk, és nagyon sok bepótolni valunk van, de szerintem nem, annyira nem lógathatjuk a fejünket. Hazai pályán szenvedett két gólos vereséget az NB1-es kisvárdai női kézilabda csapat. Bakó Botond együttese az MTK Budapest csapatától kapott ki 26-24-re. Nagyon izzados volt ez a mérkőzés. Itt szünet előtt mindkét csapat szerintem nagyon motivált volt, és tudtunk, hogy végjátékba kell majd, ha legyőzünk, vagy egy pontot szerzünk, ott dőn el a meccs. És nagyjából így is próbálkoztunk az egészet. Működött valamennyi a támadásunk, akkor jó volt a védekezés, és fordítva. A végjátékban az egy kicsit más tészta. Ott egy kicsit beleültünk itt az egészből, mert mikor tudtunk volna eldönteni mondjuk ezt a mérkőzést, akkor jöttek a hibák, és azt adta erő a Kisvárdának, hogy igenis, hogy van mit keresni, és emiatt mondom, 60 percet küzdöttünk. Az egyetlen, ami tudtunk, hogy nagyon sok sérült van, meg kevesen vannak, és bíztunk benne, hogy elfáradnak. Így is lett már ott végjátékban, nagyon nehezen mozogtak, nem, labda nélkül nem indultak, és könnyebb volt levédekezni őket, és amikor hibáztunk, akkor a Barbie a Bravo rakott védet, azt adta ezt a lehetőséget, hogy ezt a két pontot szerzünk. Én nagyon büszke vagyok a lányokra, nagyon nagyot küzdöttünk. Tudtuk, hogy ez nekünk egy nagyon fontos mérkőzés, kell nekünk a két pont, és azt is tudtuk, hogy itt Kisvárdán nagyon nehéz meccset fogunk játszani, de végig küzdöttünk, és minden sikerült végrehajtani, amit szerettünk volna. Gratulálok az MTK-nak a győztes mérkőzéshez. Ezer sebből vérzünk, és nagyon nehéz a helyzetünk, de ez nem újdonság. Én azt kell mondjam, hogy én büszke vagyok a csapatomra és a lányokra, mert gyakorlatilag mondhatom azt, hogy vért izzadtak a pályán, és az utolsó lehelletükig, az utolsó lépésig mindent megtettek a győzelemért. Az első fél időjére egy picit bosszusak lehetünk, mert nagyon sok zicsert hibáztunk, nagyon sok lehetőséget, kapufát, illetve a Barbara a kapuban nagyon jó védett. Ott úgy érzem, hogy több volt az első fél időben, és ott, ha egy kicsit pontosabbak vagyunk, akkor talán előnnyel is fordulhattunk volna, de nyilván ez már csak ha meg de. Aztán második fél időben bekövetkezett az, amit a kollégám is mondott, és tudtunk, hogy sajnos előbb-utóbb elfogyunk, és abban a tudatban, hogy gyakorlatilag hiba nélkül kell játszanunk, a belső három pozícióban, lövő irányító lövő pozícióban nem tudunk cserélni, ugye megpróbáltuk a második félben két báló játékot, ez nagyon kizsigeri a játékosainkat, lelassulunk, illetve statikusabbak leszünk, de én azt gondolom, hogy ezzel tisztában vagyunk, ha nehéz is elfogadnunk, ezt sajnos tudjuk, amíg nem lesz több bevethető és minőségi játékunk, addig sajnos ezek a lehetőségeink. Évelején is tudtuk, és ugye erről is beszéltünk, hogy építeni szeretnénk a játékosainkat, illetve mindenféleképpen kiharcolni a bemaradást. Természetesen aki akarja, ezt látja. Én azt gondolom, hogy a csapat nagyon küzdött és mindent megtett. Aki úgy gondolja, hogy ez nem történt meg, szerintem az egy más mérkőzés nézett.
Az, hogy mennyi lehetőségünk van, az egy másik dolog. Nem tudok haragudni a lányokra, mert tényleg mindent megtettek, és tükörbe nézhetnek nyugodtan, mert nincs miért szégyenkezniük. Én azt gondolom, hogy ma hosszabb és egy ennyivel jobb volt az MTK. Bízunk benne, hogy ezeket az opciókat, ezeket a hiányosságainkat tudjuk pótolni, és akkor azt gondolom, hogy nyerni fogunk ilyen mérkőzéseket is akár. Én is gratulálok az MTK csapatának. Hát nagyon sajnálom, hogy nem tudtuk itthon tartani a két pontot. Felkészültünk nagyon erre a meccsre, és mindenképpen az volt a cél, hogy itthon tartsuk ezt a két pontot. Sajnos most nem sikerült. Úgy érzem, hogy a meccs elején a megbeszélteket betartottuk támadásban, megvoltak a helyzetkihasználásaink, tehát csak a végét rontottuk el az ittereket, ami hogyha bement volna, szerintem máshogy alakult volna a mérkőzés. Hát sajnos nem így alakult. A védekezésünk is a fontos pillanatokban nem tudtuk megoldani. A belső embereket, könnyű gólokat lőttek, és én is úgy érzem, hogy elfáradtunk a végére, de maradéktalanul úgymond elégedett vagyok a csapattal, mert tényleg küzdöttünk a legvégéig. Hazai siker született a labdarúgó megyei első osztályú bajnokság őszi zárófordulójának rangadóján. A Nagyhalász 2-1-re vert a Mándokot. Nagyon küzdelmes és nehéz mérkőzés volt, ugye a pályatalaja is csúszós volt, a játékosok nagyon küzdöttek, hajtottak, és emiatt voltak olyan szabálytalanságok, amik ugye a sárgalap, vagy akár a piros lapot is súrolták. Küzdött mind a két csapat, nyerhetett volna a vendégcsapat is, most vagy nem sajnos nyilván. Hál' Istennek nekünk sikerült megszereznünk a 3 pontot, de még egyszer mondom, ez alakulhatott volna fordítva is. Közönség nagyon megünnepelte a csapatot. Ennek a meccsnek szólt, vagy az őszi szezonnak? Inkább az őszi szezonnak, ugye volt már egy ilyen kis tűzijátékunk az Ibrányi meccsen, az mindig arra szoktak készülni a szurkolók külön, ez úgy az ősznek a végének szólt, megköszönték nekünk a teljesítményünket, én is itt köszönöm meg nekik az ő szurkolásukat, és azt, hogy szinte minden meccsre jönnek hozzánk, és hogy eljönnek a meccsre, és buzdítanak minket. Kimondatlanul bajnoki címet várnak a szurkolók a csapattól, ugye az előző fordulóban nyírul a Nagyhalász elé került, hogy látod, mennyi a realitás annak, hogy a bajnokság végén ti álltok elő? Mi itt házon belül ezt úgy kezeljük, hogy nem mondjuk ki azt, hogy bajnoki címért küzdünk, mi minél több meccset szeretnénk megnyerni, nem is vagyunk, én szerintem a klubunk nem felkészült arra, hogy feljussunk egy magasabb osztályba. Én mindig azt mondom a játékosoknak, mindig csak a következő meccsre gondoljanak, és azon járjon az eszük. Az, hogy a vezetőség esetlegesen egy olyan dolognál, hogy mi legyünk az elsők, vagy mi leszünk az elsők, ez az ő dolguk, hogy mit szeretnének. Ha ezt majd közlik velünk, akkor közlik. Mi nem leszünk semmivel rosszabb játékosok, jobb játékosok se, hogyha egyszerűen nem akarnak feljutni. Mi minden meccset meg akarunk nyerni ebben az osztályban. Rangadóval, mégpedig vesztes rangadóval zárt a Mándok az őszi szezont. Volt több ebben a meccsben? Azt gondolom, hogy a döntetlen reális lett volna. Szerintem ez a büntető, ahogy én láttam a kispadról, nem volt az, és az a szomorú, hogy nagyon jó vezette a játékvezető a meccset, és szerintem egy 11-esre eldönteni egy mérkőzést ilyenkor nem fair. Szezon közben vetted át a Mándokot, mondtad, hogy szeretnéd, hogy olyan lenne a csapat, hogy te elképzeled. Hol tartotok most ezen az úton? Én nagyon meg vagyok elégedve a srácokkal, az a baj, nagyon kevesen vagyunk, ma se tudtam belenyúlni a meccsbe. Egyik héten vagyunk, másik héten nincsenek a kisvárdaiak, most is ifistát kellett beállítani. Úgyhogy én azt mondom, hogy az a 11-12 játékos, aki hétről hétre játszik nálam, az nagyon nagy erőssége ennek a Mándoknak, viszont 5-6 embert mindenképpen igazolni kell, mert ez nem állapot, hogy hétről hétre a kispadon üres. Viszont most jön egy viszonylag hosszú téli szünet. Vannak olyan piacképes labdarúgók, akik erősítést jelenthetnek a csapatnak? Igen, vannak. Többel is felvettük a tárgyalásban állunk több játékossal is. Én azt gondolom, hogy sikerül majd 4-5 jó futballistát hozni, és akkor például egy ilyen rangadón már fogok tudni cserélni, akkor valószínű, hogy ez a meccs is másképp alakul. Gondolom most rögtön a meccs után 3 perccel, a lefújás után egy picit csalódott vagy, de azért optimistának tekintesz a jövőbe? Igen, van még egy elmaradt meccsünk, akkor megint már a kispadom is tele lesz. Újfehértóra megyünk jövő héten, az elmaradt mérkőzés, azt mindenképpen be kell húzni, és akkor szerintem az a 3 pontos lemaradás a dobogótól az a következő évbe behozható lesz.
Szombat délelőtt Toborzóban egybekötött nyílnapot tart a Nyíregyházi Kosárlabda Szent Imre Gimnázium csarnokában. A résztvevők 14 órától megnézhetik az NKS Tata amatőr NB 1-es mérkőzést is. Akárjunk díjaskori kosárlabdázhatnak nálunk, tehát a perspektíva az az, ugye, hogy az általános iskolai képzést, amit ők utánpótláskorú játékosként végeznek, azt végezhetik a saját lakóhelyükön, saját lakókörnyezetükben, és azokkal a testnevelőkkel, vagy tanárokkal, edzőkkel, akik ott azon a területen élnek, dolgoznak, és őket ismerik. Utána később, hogyha tovább tanulnak, akkor Bennyíregyházán, akár középiskolai, akár más tanulmányok folytatásához is tudjuk biztosítani nekik a lehetőséget, kollégium, ez az amaz egyéb mindenféle, ami szükséges, illetve a későbbiek során a Nyíregyházi Egyetemmel való együttműködésünk eredményeképpen akár az egyetemi képzésben is részt tudnak venni. Nagy valószínűséggel egyébként az a gyakorlat, hogy aki sportol, az általában olyan sportos tárgyat választ saját magának, hát ez mondjuk általában az egyik testnevelés, és ehhez jön majd még egy másik, akár egy angol nyelv, akár bármi egyéb más. A képzés az Nyíregyházi Egyetemen folyamatosan fejlődik. A jövő évtől, ha jól tudom, akkor már kosárlabda edzői képzés is indul egyetemi szinten, még több angol nyelven. Tehát az egyetem is, és mi is megpróbálunk megfelelni a kor kihívásainak, és olyan pályamodellt építünk és mutatunk be a gyerekeknek, a szülőknek, amivel gyakorlatilag mindazok mellett, hogy azt csinálják, amit szeretnek, még valamilyen biztos kenyérkereseti lehetőséget is tudunk a kezükbe adni. Beszéljünk egy picit számukról, hány korosztály, hány csapatot versenyeztet az Egyesület jelenleg? 26 csapatunk van, ebből a 26 csapatból 13 előkészítős, akiket úgy hívnak, hogy kosárpalánták. Ők első, második, harmadik és negyedik osztályosok. Az ő versenyük egyébként november 30-án lesz az első forduló. Mindezek után van 4 U11-es kenguru csapatunk, van 2 U12-es országos felsőrendszerben szereplő csapatunk, ők a gyerekkorosztály, és van egy a megyében. Most ezt a megyében szereplő U12-es csapatot egészítjük ki még további másik kettővel, tehát ez már akkor a 26, már 28 lesz, de még ennek a szervezése folyamatban van. Mindezek után van 2 serdülő csapatunk, 2 kadett, 1 junior és egy amatőr NB1, ami a csúcsa az egésznek. Szombaton egy nyílt napot, egy toborzó napot tart az Egyesület a Szent Imre Gimnáziumban. Mit vártok ettől az eseménytől? Azt várjuk, hogy gyakorlatilag az érdeklődők eljönnek és veszik a fáradtságot maguknak, hogy megpróbálják, kipróbálják, felszerelést, mindent képpen hozzanak magukkal, a gyerekek lejönnek a terembe, ott lesznek majd a jelenlegi utánpótlás játékosaink, akik segítenek, megmutatják, bemutatják, és megpróbálnak valami olyan trükköt megtanítani a gyerekekkel, ami utána esetleg meghozza a kedvüket abba, hogy ők kosárlabdázni szeretnének. A lényeg ennek az egész hétvégi programnak az az, hogy ahogy én szoktam mondani, senki ne vegye el saját magától a lehetőséget. Az, hogy valaki valamit kipróbál, az még nem jelenti azt, hogy neki azt kell csinálni. De legalább, mert utána később nem tesz magának szemrehányást, hogy meg se próbáltam. Próbálja meg, jöjjön el, nézze meg, és hogyha tetszik, akkor utána jöjjön és folytassa. Ha nem tetszik, akkor eddig volt, kész, nincs tovább. De legalább tudja, hogy akkor ez nem az ő pályája, egy másikat kell keresni. Mikor indul szombaton a program? Szombaton 10 órakor kezdünk, 13 óráig tart, utána egy gyors teremrendezés, a teremrendezés után pedig az amatőr NB1 csapat lép pályára, a Nyíregyházi Kosársuli Tatai Ese amatőr NB1 mérkőzésen. A hazai rendezési korosztályos országos bajnokságon és a vidékbajnokságon is szereztek érmeket a Marsó Tenis Centrum versenyzői. A szabadtéri szezon Becsér Zoltán értékelte. Nagyon szép és nagyon jó szezonra tekinthetünk vissza. Az évben nagyon sok mindent sikerült megoldanunk, mind a pályák felújítása kapcsán, mind pedig a versenyek kapcsán. Rendeztünk 2 nagy versenyt, egy felnőtt komoly pénzdíjas versenyt, és nagyon nagy sikerrel sikerült megrendezni a korosztályos országos bajnokságot. Ha a nyíregyházi versenyzők eredményeit nézzük, melyek azok, amelyekre leginkább büszkék lehettek? A utánpótlás nevelésben igazából mi a fejlődést tartjuk a legfontosabbnak. Nagy örömömre szolgál, hogy bizony a játékosok teljesítményén
ez látszik, hogy ez a fejlődés ez megvalósult. Az a szakmai munka az ebben az évben is beérett, amely elvégzésre került. A legeredményesebb versenyünk a korosztályos vidékbajnokság volt, ahol vidékbajnoki cím mellett több dobogót is magukénak tudhatnak a versenyzőink. Azért hagy emeljem ki a két egyéni dobogósunkat, Závodszky Milán a 12-es korosztályban vidékbajnoki címet szerzett, Varga Viktória pedig óriási csatában szerezte meg az ezüstérmet. A országos bajnokságon, amelyet ugye mi rendeztünk és hazai környezetben tartottunk, szintén képességeiknek és tudásuknak megfelelően helyt álltak versenyzőink, és itt is egy bronzérmet azért sikerült elcsípnünk. Nőtte a fiatalok utánpótláskorú versenyzők létszáma? Igen, ez nagy örömöm, hogy folyamatosan fejlődik a létszáma a utánpótlásunknak. Jelenleg 25 versenyző státuszú versenyzővel dolgozunk, és ebben is még nagyobb öröm, hogy az utánpótlás nevelésünk hatására körülbelül 12-14 játékos 10 év alatti jelen pillanatban, akikkel elindult egy komoly szakmai munka. Versenyek, az említett versenyek rendezésével visszakerült Nyíregyháza megint a magyar tenisz térképére. Versenyrendezést tekintve itt milyen lehetőségek vannak? A szövetség határozza meg alapvetően, hogy melyik évben ki és milyen versenyeket rendezhet. Ilyen volumenű versenyekre az elkövetkezendő évben, amelyet gondolok itt utánpótlás szintekre, a jövő évben nem rendezhetünk, egyszerűen azért, mert a szövetség területi elosztása folytán Nyíregyháza kiesik ennek a rendezéséből. Ettől függetlenül természetesen nagyon sok egyéb kategóriájú, főleg első kategóriás versenyeket tervezünk rendezni utánpótlásban. Szeretnénk mindenképpen hasonlóan az idei évhez komoly, rangos, pénzdíjas felnőtt versenyt rendezni, és ha minden jól megy, akkor egy nemzetközi versenyt is megpróbálunk megpályázni. A teniszcentrum fejlesztését tekintve melyek a következő lépések, célok? A korosztályos országos bajnokság előtt egy nagy volumenű fejlesztést megvalósítottunk. Kicsinosítottuk, rendbe raktuk a pályákat, a kiszolgáló létesítményeket, a kerítéseket, egyéb szolgáltató helyeket. Kimondottan megvalósítottuk azt, amivel méltón fogadhatunk egy ekkora verseny résztvevőit. A jövő évre vonatkozóan azonban nagyon komoly terveink vannak, hiszen azért itt vannak olyan infrastruktúrális feltételek, amelyek bizony már több évtizede szolgálják a teniszezők táborát, és ezeknek bizony a cseréje, a felújítása mindenképpen megvalósításra szorul. Így nagyon szeretnénk például a center pályának a lelátóját maximálisan komfortossá tenni, nagyon szeretnénk, hogyha a pályafogóhálók, kerítések azoknak a cseréje megtörténne, és természetesen a kiszolgáló öltözők és terasz, egyéb kiszolgáló létesítmények is felújítását is meg szeretnénk valósítani. Említetted, hogy most már a sátorban tartják az edzéseket, a versenyzők, az amatőrök is ott játszhatnak. Hány pálya áll a téli időszakban a rendelkezésre? A téli időszakban 3 pálya áll rendelkezésre. Igazság szerint nagyon sok bérletesünk van, 1-2 szabad időpont még természetesen elérhető. Emellett azért a pályák minősége az kifogástalan a sátorban is, és vállaltuk azt egyébként, hogy a leghidegebb időjárási körülmények között is megfelelő hőmérsékletet biztosítunk a játékhoz. Január 3-a és 5-e között rendezik meg a Kelet-Magyarország Ice One Hungária Kupa teremlabdarúgó tornát. A Continental Arénában 36 csapatot várnak a szervezők.
Nagy öröm számunkra az, hogy a támogatók ismét bíznak bennünk, és felkértek bennünket ennek a tornának lebonyolítására, hiszen most egy jubileumi torna lesz, 15. alkalommal kerül megrendezésre a Kelet-Magyarország Eiszma-Hungária kupa, és már előzetesen 16-17 csapat leadta jelentkezését a tornára, még meg sem hirdettük a tornát. Ez egy olyan torna, ami az országban is már elismert, 15-6 megyéből szoktak érkezni hozzá, és igazi parkettművészek vannak ezen a tornán. Én bízom benne, hogy mindenki nagyon jól fogja érezni magát, és arra is nagyon büszke vagyok, hogy 4-5 évre visszatekintve talán egyetlen egy piros lap született a tornán, hiszen sportszerű küzdelmek zajlanak, és a játékról szól a történet. 2,5 nap alatt nagyon sok meccset kell lejátszani. Hogy néz majd ki a program? Január 3-án kezdünk pénteken 14 órakor, és késő éjszakában nyúlóan játszunk, majd szombaton szintén egy ilyen hosszú nap lesz, akkor is késő éjszaka lesz reggel 8 órától, és vasárnap reggel 8 órakor folytatódik a küzdelem egészen a fél hetes eredményhirdetésig, hiszen a fél hétkor be kell fejeznünk a tornát, hiszen lesz egy Blue Shark Baja kosárlabda mérkőzés, amire majd szintén szeretettel várunk mindenkit. Változtak-e valamit a szabálya? Gondolok itt pályaméretre, kapuméretre, játékidőre? A szabályok nem változnak, 20-40 méteres pályán 5x2-es kapura játszunk, ez egy jól bevált lebonyolítási rend. 4-es csoportokba játszunk körmérkőzéssel, és a körmérkőzések után a csoportok első két helyzetjén jutnak majd a vasárnapi döntőbe. Mekkora az összdíjazás, és milyen díjakat kapnak majd a részvevő csapatok, játékosok? 500.000 forint összdíjazása van a tornának, ez már szintén évek óta így van, és még külön díjakat is kiosztunk, hiszen a torna legjobb kapusa, gólkirálya és legjobb játékosa is díjat kap. Egy rendezvény névadójának mindig van valami elvárás az általa támogatott eseménnyel szemben. Most a jubileumi 15. Eiszman Kelet-Magyarország kupával szemben mi az elvárásotok? Továbbra is a jó játék, az izgalom, az, hogy mindenki jól érezze magát, mind a játékosok, mind pedig azok, akik kijönnek ezteket a mérkőzéseket megtekinteni. Ugye ezért is raktunk be egy olyan plusz programot, ami talán egy másik kört is a lehetséges nézőknek bevonza a Continental Arenába, egy nagyon szép környezetbe. Ez egy női labdarúgó mérkőzés, ugye ez szintén egy szomszédvár találkozó, egy Debrecen-Nyíregyháza, de most nem fiúk, hanem lányok fognak egymással mérkőzni, nem csak a fiúk tudnak focizni. Indít egy csapatot a névadó is, ha igen, akkor mik az elvárások? Mindig indítunk, hát ez egy elvárás saját magunktól is. Szeretnénk megmutatni saját magunk, saját játékosaink, hogy mit tudnak, és mit tudunk ebből a fociból. A csoportból szeretnénk tovább jutni, mindenféleképpen. Ennyi fértem a mai sportszeletben, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!